Varga Sanyi bácsi, az én fodrászom, most volt 90 éve, de még mindig járok hozzá nyilatkozni. Rudolf László, a Bátaszéki Értéktár Bizottság elnöke éppen egy 1992-es felvételt mutat, az akkor 850 éves Bátaszék városi ünnepségét a számítógépen. Ez a videóanyag egy VHS kazettáról lett digitalizálva. Két évvel ezelőtt Pomsár Tamás keresett meg azzal, hogy van itt nagyon sok videókazetta, amit jó lenne digitalizálni, hiszen előbb-utóbb ezek a videókazetták sem lesznek már olvashatók. És akkor én a Vicce János Sport Közalapítvány nevében, annak is az elnöke vagyok, pályáztam a helyi önkormányzatnál azért, hogy ezeket a videókazettákat digitalizálni tudjuk. Na és ez a pályázat sikeres volt, és Tomi az most így nem olyan rég fejezte be ezt a munkát, és átadta nekem, hát körülbelül, ha minden igaz, olyan 204 különböző fájl, ez azt jelenti, hogy 204 kazetta volt, de a legtöbben csak mondjuk egy anyag van, vagy esetleg kettő, három egymástól független. Eleinte a Cikádor magazinnak a anyagait is így külön kazettákra mentették, de végén már volt olyan, hogy két-három adás anyaga került egy-egy kazettára, és akkor ezek a kazetták sokszor egy-két-három órás hosszúak is. Gyakorlatilag több száz órás videóanyagról van szó, amit a digitalizálással sikerült megmenteni, mely hiteles kordokumentumként is szolgál az 1992-től kezdődő évektől Bátaszék életéről, ünnepeiről, mindennapjairól. Bézikhely ifjúsági fúvószenekara vendégeskedik Bátaszéken május 20-ától 23-áig. A bézikhelyi fúvósok május 21-én szombaton a szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon lépnek fel. Bátaszéken május 22-én vasárnap mutatkoznak be. Ezek a képsorok 1994 májusából valók az akkor indult Cikádor televízió 6. kísérleti adásából. Minden, ami tegnap történt, az már múlt. Tehát ilyen értelemben az Értéktár Bizottság valóban végzi a munkáját. Na most tényszerűen megemlítem, hogy a megyében nem az első pillanatban kezdtük el a munkát, csak amikor megjelezték, hogy hát Bátaszéken még nem alakult, akkor utána alakult Értéktárbizottság, jó magam vagyok, hát elnöke, de igaziban ennek nincs nagy jelentősége. Sági Néica, a könyvtár vezetője, másik tagunk, illetve Riglen és Tangerika, ő akkor még a műfádnak volt a vezető, most már nyugdíjas, tehát mi hárman így vagyunk az Értéktárbizottság csak tagja, és hát olyan jól végeztük eleinte a munkánkat, hogy az első alkalommal kiadott ilyen megyei kitüntetést, amelyet az Értéktárbizottság részére osztottak, azt a mi bizottságunk kapta meg, és valóban hát nagyon sok értéket föltártunk, elsőbb a tárgyi értékeket, de kulturális, szellemi örökségnek az értékeit is, és valóban ezek olyan értékek voltak többsége, amelyek az emberek szem előtt vannak, tehát igaziból ezeket is rendszerezni kellett. Igen ám, de hát voltak itt a múltban is történések, amelyeket nem csak az írott, hanem a mozgóképben is megörökítettek, és hát ha ezekre nem ügyelünk oda, akkor lehet, hogy néhány év múlva már nem is tudjuk őket megmenteni. Ez is érdekes, meg hát ez is Bátaszék múltja. És sok minden más is. És ha ezeket időben nem mentjük meg, nem rendszerezzük, akkor bizony sokkal nehezebb dolguk lesz az utánunk jövőknek 10-20-30 év múlva. Találunk felvételeket a nagyszabású 93-as euró mókáról is például. 6 ország fiataljai adtak Bátaszéken randevút egymásnak akkor a Nemzetközi Ifjúsági Sportjátékok alkalmával, ami a játék határok nélkül mintájára összeállított 3 napos program volt. Itt például Trabantot húznak a versenyzők a bátaszéki futballpályán. Elindult az angol csapat is. Micsoda ívek!
kérem szépen, micsoda ívekben veszik az akadályokat. Ez csupán egy kis ízelítő volt abból az archív anyagból, ami akár több hónapra is esti szórakozásul szolgálhat azoknak, akik belevetnék magukat az akár 20-25 éve történtekbe. Izgalmas utazás. Az archiválás folyamata azonban a digitalizálással nem ért véget. A héten volt az Értéktárbizottságnak gyűlése, és ez volt ennek a fő témája, hogy egyrészt hogyan tudjuk ezt majd közkincsé tenni, hiszen az eddig föltárt értékek, azok többségében épített, vagy kulturális, vagy szellemi értékek, azok jobban kézelőtt voltak, de ezek valahogy úgy a háttérbe szorultak. Most azt tervezzük, hogy egyrészt katalogizáljuk őket, hiszen nagyon sok anyagnál egyszerűen az volt ráírva, hogy névtelen, vagy csak egyszerűen archív anyag, hiszen a kazettákra akkor, amikor használták, akkor nem gondoltak a későbbi 10-15-20-30 évvel későbbi jövőre, és lehet, hogy csak a munkaanyagnak a nevét írták rá, jobb esetben ráírták, hogy na most ez a Cikádor magazin ekkor és ekkori adása, de nagyon sokszor egyszerűen nem volt ráírva semmi anyag. És akkor most én itthon próbálom egyrészt beazonosítani. A katalogizálás után a helyi értéktárbizottság tehát közkincsé kívánja tenni az anyagot, hogy mindenki számára hozzáférhető és elérhető legyen. Tisztelt jelenlévő kedves vendégek! Az ember gyűjtögető lény, és életében szinte minden életkorban vannak olyan tárgyak, amelyek ott és akkor értéket jelentenek a számára. A kisgyermek színes kavicsokkal, kisautókkal kezdi, és ebből kialakulhat az értékes ásványok, vagy a valósághű gépkocsi modellek felnőttkori gyűjtése. Vannak gyűjtött tárgyak, amelyek később elvesztik jelentőségüket gyűjtőjük számára, vagy a szenvedélyi más tárgyakat, területeket tüntet ki figyelmével. A korok sem egyformák abból a szempontból, hogy éppen mi volt a sláger.